Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket a Társaság a Szabadságjogokért nevében. Ahogy Péter már mondta, én a választójogi programért, illetve tágabban a politikai részvételi jogi programért vagyok felelős, és a 2014-es budapesti önkormányzati választásokkal kapcsolatos problémákra szeretném felhívni a figyelmeteket, aztán majd az előadás végén egy megoldási javaslatra is, ami egy új kezdeményezésünk. De hadd kezdjem egy személyes történettel, még mielőtt belemennék a választójog részleteibe, ami pár évvel ezelőtti egyetemi korszakomról származik. Amikor még egy kollégiumban laktam, azt hiszem a mázlisták közé tartoztam, mert egy olyan szobában laktunk a lakótársaimmal, amihez nem csak hogy fürdőszoba tartozott, de ráadásul még volt a kollégiumnak egy takarítója is. Takarító, tehát nem nekünk kellett felsöpörni hétről hétre, vagy hát, hogy kollégisták csinálják inkább hónapról hónapra a port, hanem itt volt ez a takarító, aki jött hozzánk rendszeresen. Viktornak hívták. És ez a takarító egy szép napon akkor is eljött a mi lakrészünket kitakarítani, amikor már egy pár napja a fürdőszobában csöpögött a csap. Mi éppen egy órán voltunk, nem tartott sokáig, talán másfél-két óra lehetett, de mire visszajöttünk, addigra már az a jó vaskos, masszív padlószőnyeg, amit talán ismeritek a 90-es évekből, az már beitta az akkora már ömlő csapból a vizet. Mi történt a kettő között? Viktor, a takarító, úgy gondolta, hogy a takarítás mellett bevállalna egy kis plusz feladatot is, megjavítja a csapot, úgy bónuszból. Hát, mi nem örültünk neki, hogy egy kis ingyen munkát is elvégzett, valami olyasmit, amit se nem kért tőle senki, se nem bízta meg rá senki más sem. Az a fővárosi önkormányzati képviseleti rendszer, amit a 2014-es választásoktól kezdődően ti is elszenvedtek majd, valami hasonló elvre épül, mint ahogy Viktor úgy döntött, vízvezetékszerelő is lesz egy kicsikét. Az új budapesti önkormányzati képviseletet ugyanis már nem fogjátok közvetlenül megválasztani. A fővárosi önkormányzati képviselet tagjai, ahogy Viktor is, ingyen, bónuszból fogják elvégezni ezt a munkát, és mindjárt megmondom, hogy miért gondolom azt, nagyjából ugyanannyi köszönetetek lesz benne, mint nekem a takarító vízvezeték szerelői munkájában. Hogyan változott meg az önkormányzati választások rendszere Budapesten? Budapest helyi önkormányzati képviseletét az úgynevezett fővárosi közgyűlés látja el. Egészen eddig, ahogy a korábban oszlop alatt láthatjátok, ti, Budapest választópolgárai, közvetlenül választhattátok meg a fővárosi közgyűlés tagjait. Az önkormányzati választások napján kaptatok egy szavazólapot, amin az volt fővárosi közgyűlés tagjai, és szépen beixeltetitek azt, akit ti akartatok oda. Most ez a rendszer meglehetősen jelentősen változott. Ezután nem kaptok olyan szavazólapot, amelyen a fővárosi közgyűlés tagjait választhatnátok. Kizárólag polgármestereket, fővárosi és kerületi polgármestereket választhattok majd, és ezek a fura kis figurák csak úgy mellékesen, bónuszból beülnek majd a fővárosi közgyűlésbe is. Elvégeznek egy olyan feladatot, amelyre ti nem választjátok, és nem is választhatjátok meg őket. Mi ezzel a probléma? Miért nem szeretjük, miért nem kell szeretnünk, ha nem közvetlenül választjuk meg a politikai képviselőinket? Nos, a politikai képviselet egy kicsit úgy működik, mint egy kutyafogat, vagy egy kutyaszán.
akkor működik jól, akkor a ti érdeketeket szolgálja, ha minél szorosabb pórázon tartjátok a politikusaitokat, ha megválaszthatjátok őket, és amikor nem tetszik az, amit művelnek, legközelebb valaki mást választhattok helyettük. Most, hogy a fővárosi közgyűlés tagjait már nem közvetlenül választjátok, azok a politikusok, akik bekerülnek a közgyűlésbe, lerázták magukról ezt a pórázt, szabadon futhatnak, garázdálkodhatnak a kerületek képviseletében, és semmi nem garantálja azt, hogy a ti érdekeiteket fogják képviselni azért, mert ti választópolgárok mellettük tettétek le a voksotokat. Mi ennek az egésznek a jelentősége? Miért aggódunk ennyire a fővárosi közgyűlés munkája miatt? Egyáltalán miről döntenek ebben a testületben, és hogyan befolyásolják ezek a döntések a ti életeteket budapesti választópolgárként? Nézzünk pár példát. Többek közt ez a közgyűlés dönt a legkülönfélébb közlekedés szervezési kérdésekről. Ez a közgyűlés fogja eldönteni, hogy hol fognak futni új villamosvonalak, hogy hol épülnek majd új kerékpárutak, hogy milyen meglévő vonalaknak a fenntartására szán majd pénzt Budapest, és melyeket ítél halálra. Eddig ez a testület ezekben a döntésekben a választópolgárok keze által volt kötve. A választópolgárok érdekeit kellett, hogy képviselje. Most ezekben a döntésekben, akár csak bármilyen más döntésben, a kerületek húzavonájának helyszíne lesz a fővárosi közgyűlés, ahol majd a kis külső kerületek lakói dönthetik el akár, hogy hol fusson vagy hol ne fusson a belvárosban egy-egy új tömegközlekedési vonal, majd kerületek között össze-vissza kacskaringóznak az új kerékpárutak, ahelyett, hogy valamilyen rendszerben a budapesti választópolgárok összességét szolgáló döntés szerint észszerűen alakulnának ezek a közlekedés szervezési döntések. Ugyanez lesz a helyzet például az éjszakai közlekedés megszervezésével. Megnézhetitek majd, hogy melyik kerület szeretné bevállalni, hogy rajta keresztül fussanak a leggyakrabban ezek a szép, régi, hangos, nagy, kék és büdös buszok. Eddig a kerületek nem kerülhették el ezeket a mindenki érdekeit szolgáló közlekedésszervezési döntéseket. Most majd mindenki a másik kerületre próbálhatja megtolni azt a felelősséget, hogy kiszolgálja Budapest polgárainak igényeit, és megnézhetitek, hogy melyik kerület fogja örömmel bevállalni ezt nektek. De azt hiszem, hogy a legtöbbeteknél sokkal rosszabb helyzetben lévő emberek is súlyosan meg fogják sínleni a képviseleti rendszer átalakítását. Budapest fővárosi közgyűlése döntheti el például, hogy a hajléktalan emberek melyik kerületben, milyen utcarészeken tölthetnek el szabadon egy éjszakát, rendőri zaklatás nélkül, majd a fővárosi közgyűlésben a kerületek húzavonáján fog eldőlni, hogy hol részesülhetnek ezek az emberek abban a kegyben, hogy nem büntetik meg őket, csak azért, mert szeretnének egy hideg éjszakát eltölteni egy padon. Nem sok kerület lesz, aki bevállalja azt, hogy náluk tölthessék el ezt az éjszakát, ezeket az éjszakákat. Mindez tehát, amit most elmondtam, pusztán egy problémára vezethető vissza. Nem ti választjátok meg közvetlenül az önkormányzati képviselőiteket, kerületi képviselőket választotok, és ezután a kerületek harcának helyszínévé válik a közgyűlés. Van azonban egy nagyon súlyos másik probléma is ezzel az új szabályozással. Amikor arról döntünk, hogy hogyan válasszuk meg a fővárosi közgyűlést, akkor arról is döntünk, hogy hogyan osztjuk el azt a hatalmat, ami a fővárosi közgyűlésben a politikai
képviseletben megvalósul. A korábbi rendszerben, ahogy említettem, minden választópolgárnak, mindannyiótoknak egy darab szavazólap jutott, mindannyian egyenlően részesültetek abban a hatalomban, amit a fővárosi közgyűlés képviselt. Ez most egy kicsit másképp lesz. Ahogy említettem, kerületi polgármestereket fogtok most már megválasztani. Ők kerülnek be a közgyűlésbe. Azaz a közgyűlés nem az embereket képviseli egyenlően, hanem a kerületeket. Mindegy, hogy egy kerületben 10-20-30 ezer választópolgár van, vagy mondjuk 100-120 ezer, ugyanúgy egy polgármestert fognak küldeni a fővárosi közgyűlésbe, ugyanúgy egy embernyi képviseletük lesz, mindegy, hogy hányan is lesznek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kerülete, attól függően pusztán, hogy melyik kerületben szavaztok, a szavazatotok akár egy ötödét, egy hatodát is érheti annak a szavazatnak, amit egy másik kerületben adnak le. Az, hogy ez milyen eredményekkel járhat, kicsit talán nehéz átélni, ezért arra gondoltunk, hogy egy játékba vonnánk be benneteket most. A Tápszínház közreműködésével két fiktív polgármestert hallgatunk meg, dr. Kéket és dr. Pirosat, arról, hogy mit gondolnak egy fővárosi közgyűlés elé került javaslatról. A javaslat a következő. Budapest egész területén zárjanak be a kocsmák éjfélkor. Nem csak hallgatni fogjuk azonban a politikusok vitáját, hanem arra szeretnélek kérni benneteket, hogy szavazzatok is ebben a vitában. Ehhez egy kis zavargással ki fogunk osztani egy adag szavazólapot nektek. Kék és piros szavazólapokat fogtok kapni, és a polgármesterek vitája közben időnként majd arra kérlek benneteket, hogy döntsétek el a kék vagy inkább a piros jelölt javaslata az, amelyikkel szimpatizáltok. Fogtok kapni kék és piros szavazó cédulát, és a feladat tehát csak az lesz, hogy mutassátok fel, amikor kérdezem, azt, amelyikkel szimpatizáltok. És akkor most meg is kérném a polgármester urakat, hogy fáradjanak ide a vitát lefolytatni. Ez az oldal, képzeljétek el azt, hogy egy kisebb kerületből jön. Mi ennek az eredménye az, hogy ti ugye kevesebben vagytok a kerületben, de a kerületeket képviselik a közgyűlésben, tehát ez azt jelenti, hogy nektek durván többet ér a szavazatotok, mint ami a másik oldalon lesz. Tehát ez sajnos a demonstrációban, a felségben csak ideig tudok elmenni, mert mégiscsak azt mutatjuk be, hogy fog ez valójában működni. Mindenki ugyanúgy kékre és pirosra szavazhat, csak hát van, aki egy kicsit nagyobb eséllyel befolyásolja majd a döntést. Nem az embereket fogom megszámlálni, hanem azt, hogy hány lapocskát látok különböző színekből a levegőben. Ezennel felkérném a polgármester urakat, dr. Kéket, a 23. kerület Soroksár polgármesterét, és dr. Pirosat, a 7. kerület polgármesterét, hogy beszéljék meg egymással, mit gondolnak erről a javaslatról. Jó-e, hogyha a kocsmák bezárnak éjfélkor? Aztán úgy figyeljetek, hogy majd dönteni kell, hogy melyikkel szimpatizáltok. Köszönöm szépen a szót. Nem tudom, lehet-e hallani engem a hátsó sorokban. Hadd mutatkozzak be, dr. Kék vagyok. A 23. kerület Soroksár polgármestere. Na most itt sok érdekes dolgot hallhattunk. Azt hiszem, hogy ezeknél azért mégis egy néhány szinttel fontosabb probléma kerül most napirendre. Nevezetesen, hogy kell-e egységesen szabályozni a fővárosban a szórakozó helyek bezárását. Na most számomra ez nem csak általános fővárosi kérdés, hanem
úgy gondolom, hogy Soroksárnak ez különösen érdekében áll, az egységes szabályozás. Gondoljunk bele abba a helyzetbe, hogy mi történik abban az esetben, ha esetleg a hetedik kerületnek hamarabb jutna eszébe, hamarabb, azaz korábban bezárni a kocsmákat, mint Soroksárnak. Hát ugye az az abszurd szituáció állna föl, hogy akkor ezek az úgynevezett romos kocsmák kiköltöznének Soroksárra, és lehetetlenné tennék a lakók életét. Tehát ugye ez megengedhetetlen, nem is folytatnám. Nagyon szépen köszönöm a szót. Én dr. Piros vagyok, 7. kerület polgármestere. Akkor azonnal válaszolnék is. Ugye megkérdezném, hogy miért jutna eszébe a 7. kerületnek önszántából, hogy korábban zárja be a kocsmákat? Ha korábban zárnák be a kocsmákat, akkor egyszerűen csődbe mennének. Valamint az egységes nyitvatartási idő. Nem tudom, hogy lehet összehasonlítani egy külső kerületben lévő kocsma közönségét egy mondjuk 7. kerületi kocsma közönségével. Több vendég hosszabb ideig való nyitvatartást igényel. Ugye ebben egyetértünk szerintem. Köszönöm. Nézze, nem ez a kérdés. Ugye elég sokat hallunk mostanában a lakosság elvándorlásáról. Na most viszonylag keveset beszélnek a kerületek közötti, tehát a fővároson belüli elvándorlásról. Én már beszéltem és találkoztam olyan soroksári lakossal nálunk Békásmegyeren, aki a 7. kerületből költözött ki hozzánk. Na most ez megengedhetetlen. Én azt gondolom, hogy a 7. kerületi lakosságról mindannyian tudjuk, hogy leszerepeltek. Tehát, hogy egy olyan csoportról beszélünk, akik bebizonyították arra, hogy nem méltóak arra, hogy egy társadalmi közösségben éljünk velük. Hát mindannyian tudjuk, hogy itt barbár hordákról van szó, a tizenévesek szúrják a marihuánát, és a tűhegyek gyűlnek, amiket most ugye az ombudsmannál akarnak visszacserélni. Tehát ez Arany Jánosi probléma, ahol várállott most tűhalom. Köszönjük szépen az irodalmi idézetet is. Na most az, hogy 7. kerületi polgárok kiköltöznek a kerületből, abban nagyon sok beleszólásom nekem sajnos nincsen. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy minél szerethetőbbé és lakhatóbbá tegyük a kerületet. Valamint a tűcsere program, igen, nem tudom, hogy figyelte az előbbi előadásnál, mi a 7. kerületben lakunk, én a 7. kerület polgármester vagyok, ez pedig egy 8. kerületi probléma. Nálunk egy drogos sincsen, nem tudom, hogy őt látott-e valaha drogost a 7. kerületben. Nézze, nálunk Soroksáron nagy sikere alkalmaztuk az egységesítést. Egységesen nálunk a kocsmák délelőtt 10-től délután 4-ig vannak nyitva. Ez a modell nálunk tökéletesen bevált. Ezt kéne minden kerületbe alkalmazni. Akkor még egy kérdésem lenne. A Buli negyedben, ha délelőtt 10-kor kinyitnak a kocsmák, és délután 4-kor bezárnak, akkor mégis milyen közönségre számítsunk úgy, hogy az átlagos munkaidő 4-ig, 5-ig tart? Nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy kell-e egységes bezárási idő. Én azt gondolom, hogy elég információ elhangzott most már, ugye nyilván önök is döntést tudnak hozni, úgyhogy kérem, szavazzanak. Nézzük tehát, hogy áll eddig a helyzet. Hát változó. Úgy látom, hogy ez a szegény nagy lakosságú kerület a keveset érő szavazatával elég masszívan a dr. Pirosféle javaslatokat támogatja. Itt is nagy a támogatottsága, de valahogy itt elő van egy ilyen blokk. Hát, egyébként a kollégáim, ezekkel dolgozom együtt. Jó, hát itt tartunk, nézzük meg, hogy javul-e a helyzet. Megkérném a polgármester urakat, hogy folytassák a vitájukat, hát ha kicsit mozgolódunk. Köszönöm. Hát el kéne gondolkozni ezen az eredményen. Én rá is térnék egy másik aspektusára a problémának, nevezetesen, hogy kinek használnak ezek a romos kocsmák, kinek áll érdekében fönntartani őket, kinek jó ez. Ugye tegyük föl a kérdést. Hát én ugye azt gondolom, hogy a közbiztonság rettenetes ezekben a kerületekben, ahol ezek vannak, a köztisztaságról nem is beszélve, és ugye arról még nem is szóltunk, hogy ez milyen fajta kulturális attitűdöt képvisel, tehát ez milyen szórakozás, hogy ugye a legprimitívebb módja, hogy a sárga földig leiszom magamat. Hát
Ez szégyen. Azt gondolom, hogy szégyen. Most értesültem arról, hogy az egyik ilyen központi utcát, ahol vannak ezek a romos kocsmák, elnevezték önkényesen a Kultúra utcájának. Hát most elég végig sétálni rajta, és önöknek is tegyék meg az előadás után. És fel fog merülni önökben a kérdés, hogy miért nem a Hányás utcájának nevezték el. Ezt nem tudom. Nem tudom megmondani. Viszont válaszolnék a kérdésre, amit föltettem erre a szónoki kérdésre. Kinek áll érdekében? Egyértelműen mindannyian tudjuk, hogy ez a külföldieknek áll érdekében. A külföldi barbár hordáknak, akik előzönlik ezeket a kerületeket. Na most ugye ez világos, hogy ez nemzeti érdeksérelem. Olyannyira az, hogy ez már nem is Labanc gondolkodást tükröz, hanem egyenesen a török hódoltság világát idézi. Köszönöm szépen a szót. Hát ugye azzal kezdeném, hogy az elmúlt 10 évben, ami alatt kiépült ez a szórakozó negyed, azóta a 7. kerület óriási bevételekre tett szert, amikre azelőtt soha. Ezeket arra fordítottuk például, hogy a Kazinci utcát helyrehoztuk, amit az előbb a kolléga a Hányás utcájának nevezett. A közbiztonságot javítottuk, mert javult. A tisztaság is rendben van, nem tudom, hogy mikor járt végig a 7. kerületben utoljára. Kutyafuttatókat, játszótereket, köztereket hoztunk létre. Tehát a kerületi érdekeket szolgálja ez a töménytelen bevétel. Pontosan ezért javasolom már választási ciklusok óta, hogy költözzenek át hozzánk a 21. kerületbe ezek a romos kocsmák, mert mindannyian tudjuk, hogy nálunk a kerületben sokkal nagyobb infrastruktúrális problémákat kell megoldani, és ebből az önkormányzati budzsé többletből lenne is rá lehetőségünk. Ne haragudjon, de ez körülbelül olyan, mintha reklamálnánk Londonban, hogy nem itt épült fel a Big Ben. Szeretném még azt is elmondani, hogy azok a fiatalok, akik a kerületben laknak és nem tehetik meg, hogy külföldre utazzanak, azoknak egy ajándék, hogy külföldiekkel találkozhatnak, nemzetközi kapcsolatokat építhetnek ki. Ha megkérdez egy átlagos 7. kerületi polgárt, akkor nem tudom, hogy mikor tudja gyakorolni az angol nyelv használatát. Nézd, én erre csak annyit tudok mondani, hogy az én koromban még nem voltak romosok a kocsmák. Ez nem nívó. Úgyhogy megint azt gondolom, hogy ebbe a kérdésben most már látom itt a szemekbe a világosság fellobbant, úgyhogy kérem, szavazzanak. Majd a végén azért újra számlálnám a szavazatokat, hogyha lehet. Nézzük, tehát hogy áll most a helyzet? Nem, jó lesz így. Hát eddig még úgy látom, hogy nem sok változás történt, egy kicsit jobban kell küzdenie talán a polgármester uraknak. De hát ez... Hát, hogyha innen nézem, akkor én is. Igen, itt azért van egy blokk, aki tartja magát. Elég sokat ér a szavazatuk, én úgy látom. Hát tegyünk még egy utolsó próbát, nézzük meg, hogy esetleg egy kicsit egyértelműbb eredmény rajzolódik-e ki. Jó, köszönöm a támogatást. Természetesen is így gondoltam, hogy minden egészségesen gondolkozó ember egyet fog érteni velem. Na most a lényegről nem beszéltünk, hölgyeim és uraim. Hát mi a lényeg? Az erkölcs és a biztonság. Na most azt gondolom, hogy erre egyetlen egy megoldás van, hogyha mindenki szépen otthon marad a családjánál estére, és nem megy romos kocsmákba. Igen, végre valami, amiben egyetértünk. Mindenki maradjon otthon a családjánál. Előkészületben van egy rendelet, miszerint este 10 után nem fognak tudni fogyasztani a vendégek és a lakók 35%-osnál keményebb alkoholt. Talán ez hozzásegít a probléma megoldásához. Valamit megkérdezném, hogy vegyem magát komolyan, amikor a honlapján azt olvashatom, hogy háromszoros Oscar-díjas színész. Nézze, a kérdés az nem ez. A hajnali nyitvatartás, a külhoni barbár hordák, minden elképzelhető mocsoknak utat törtek, ugye a drog használt, a prostitúció, az utcai verekedések, a rablások, Szodoma és Gomora, hát az, hogy ezt idáig tűrtük, ez a gyalázat. Petőfi Sándort kell idéznem, én túllépek el romos korcsmán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is ezt az utolsó irodalmi idézetet is. Végezetül véleményem szerint
egészen határozottan mondhatom azt, amit már nagyon sokszor hangsúlyoztam, és kimutatások támasztják alá, statisztikák, vita nélkül, határozottan és egyértelműen. Kérem, szavazzanak! Na nézzük, ez a döntő futam. Úgy látom, hogy itt a szegényes politikai erőkkel bíró kerületben továbbra is egyöntetűen Dr. Piros vezet. A masszívabb szavazójoggal ellátott kerületben pedig hát, megosztott az eredmény. Nagyjából úgy látom, hogy döntetlenre állnak. Ha ezt a kettőt összevonjuk, azt hiszem, hogy ma a Dr. Pirosnak mázlia volt. Ennyit mondhat el nagyjából. Az történt ugyanis, hogy egy olyan kerületben szerzett számottevő támogatást Dr. Kék, ahol pusztán azért nyerhetett volna, ha csak így egész kicsit jobban csinálja. Mert akik ide születtek, erősebb szavazójoggal bírnak. Úgy gondolom, hogy ez nem sokat árul el Dr. Kék tanainak érdeméről. Ez csak arról árul el valamit, hogy milyen igazságtalan választási rendszerben kell majd döntenünk. Arról, hogy milyen rendeletek, javaslatok alapján kormányozzák a fővárosunkat. Arról, hogy hogyan fognak dönteni mindannyiunk súlya, mindannyiunkkal érintő döntésekben. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy szeretnénk egy eszközt adni a kezetekbe, ha ti is úgy érzitek, hogy nincs rendben az, hogy csak azért, mert egy adott kerületbe születtetek, vagy költöztetek, többet vagy kevesebbet fog érni a választójogotok. Ahogy nincs rendben az sem, hogy nem választhatjátok meg közvetlenül a fővárosi képviselőiteket, hanem a kerületi képviselőiteket választjátok meg, és ők majd azt tesznek a hatalmukkal, vagy az érdeketekben, vagy nem, amit csak szeretnének a fővárosi közgyűlésben. Ezért létrehoztunk egy weboldalt, a budapestkirályság.hu-n, amit már rögtön használhattok is. Ez az oldal nagyon röviden elmondja, hogy mi is a probléma az új választási rendszerrel, és utána felkínálja azt a lehetőséget, hogy egy panaszt nyújtsatok be az ombudsmannak. Az ombudsmannak az a feladata, hogy az alapvető jogaitokat védje, és különböző eljárásokat kezdeményezzen azért, hogyha egy törvény nem a ti jogaitok védelmét szolgálja, akkor azt megsemmisítsék. Az új választási rendszer, ahogy remélem meggyőztetek benneteket róla, pont ilyen szabály, ami nem a ti érdekeiteket szolgálja, és a ti jogaitoknak inkább árt, mint segíti őket. Pusztán annyit kell tennetek, hogy felmentek erre az oldalra, és mi egy előre elkészített panaszszöveget kínálunk nektek. Ehhez csak meg kell adnotok a neveteket, és egy gombnyomással be tudjátok küldeni. Minél többen tesszük ezt meg, annál nagyobb az esélye annak, hogy valóban megsemmisül ez az igazságtalan szabályozás, ez az igazságtalan választási rendszer, és visszatérünk egy olyan rendszerhez, amiben mindannyiatoknak ugyanannyit ér a szavazata, és mindannyian közvetlenül választhatjátok meg a képviselőiteket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nézzétek meg a budapestkirályság.hu-t, és ha kérdéseitek vannak, akkor azokra most is nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen a figyelmeteket!